Március 11-én jegyzik Tan Mór halálának 125. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Tan emlékházban nagyszabású rendezvényt szervez a Tan fivérek értelmiségi kör, amely az Óbecsei Városi Múzeum szakmai támogatásával valósul meg. Március 11-e és 18-a között a Tan emlékház múzeummá alakul át, és Tan Mór munkásságát fogja bemutatni, mondta Bonifárt László, a Tan fivérek értelmiségi kör elnöke. Tan Mór képeit és egy nagyon érdekes munkáját, művét, amiről nagyon kevesen tudnak, fogja bemutatni a Tan emlékház. Március 11-én délután 5 órától a Belvárosi templomban egy misét tartunk, vagy egy mise lesz tartva Tan Mór lelki üdvéért, valamint 18 órakor pedig a Tan emlékházban egy kiállítás megnyitó lesz, és egy megemlékezés. Tan Mór csinálta Kossuth Lajos kérésére az első magyar bélyegnek a tervezetét. És abból az a bélyeg soha nem került ki nyomtatásra, mivel hát a szabadságharc úgy alakult, ahogy. Viszont maga a tervezet az megmaradt, és utána egy későbbi nyomtatással kilettek azok nyomtatva, és abból tudtunk egyet szerezni, és az lesz kiállítva. Az Óbecsei Városi Múzeum számára nagy öröm volt, hogy felkérést kaptak a kiállítás szakmai felkészítésére, emelte ki Tojzán Ákos, az Óbecsei Városi Múzeum igazgatója. Két jelentősebb festmény kerül most majd kiállításra. Egyrészt a Szent Mihály oltárkép, ami Becsén található, valamint a Szent Anna festmény, ami Törökkanizsáról érkezik. Az Óbecsei Városi Múzeum abban tudott ez alkalommal segíteni, hogy a technikai felkészülésben, illetve a szállításban tudtunk szakmai segítséget nyújtani, tehát hogy mégis, mivel jelentős művekről van szó, és kulturális javakról, ezért ott vagyunk, hogy szakmailag felügyeljük, illetve támogassuk ezeknek a szállítását és kiállítását. Meg kell említeni azt is, hogy a magán a megnyitón, illetve a kiállítás szövegi szakmai előkészítésében segít Szarka Mándíth Krisztina is, aki egyébként a Zentai Városi Múzeum munkatársa. Amit talán még hozzátennék mindenféleképp az az, hogy Tan Mór talán amellett, hogy jelentős művész volt, a realizmusban festett, ugye a munkásságának korai éveit leginkább az írja le, hogy a forradalmi képeket festette, illetve különböző történelmi eseményeket és személyeket jelenített meg. Mégis ott is van egy komoly kötődése talán a Városi Múzeumnak, hogy Tan Mór ugye élete végén egyrészt a Magyar Nemzeti Múzeumban is dolgozott, mint képtárőr, valamint ott is található munkája is, valamint a Magyarországos képtár vezetője volt. Szent misével, kiállítással és megemlékezéssel, valamint számos kísérő tartalommal jegyzik el jeles eseményt. A tárlat pedig, amely több mint 20 jó minőségű Tan Mór reprodukcióból és két eredeti festményből, továbbá egy dokumentumfilmből és számos érdekességből áll, március 11-től 18-áig, 9-től 15 óráig ingyenesen, bármikor megtekinthető, tette hozzá Bonifárt. Maga a kiállítás március 11 és 18 között 9 órától 15 óráig meg bármikor megtekinthető, és a Tan emlékházat erre a hétre, tehát a Tan emlékház belépését erre a hétre ingyenessé tesszük. Úgyhogy mindenkit várunk szeretettel a megnyitóra is, és várunk szeretettel azon a héten is.